Nézd meg ezt a barmat, itt rázza, beszorom. Nézd meg, milyen retket csinál itt. Mind ő rázza ide a halott bőrét, a szőreit. Egy igazi állat ez a kokó. Ezt csinálja 40 éve. Múltkor azt hittem, hogy havazik, de kiderült, hogy csak a szőrei repkednek a levegőbe. Elképesztő fazon, tényleg. Igazi átokfa ez a 80 éves. Még kibírhatatlan egy figura. Igen, megtörtént tegnap ez a nagy esés. Közben Kovács úr még rázza a rongya. Hát egy nagy 8-as lett a kerékbe. De nem is az a baj, hanem a vállam, meg az alkarom teljesen kész van. Nézem még milyen sérülések történtek. Hogy fogok így... felöltözni is nehéz lesz. Nem is olyan kicsi. Ilyen fájdalmaim vannak. Hát valószínűleg néhány hétig én most itt el leszek ezzel a fájdalommal. Hú, ez meg. Aztán tegnap sikerült összeragasztani ezt a napellenzőt. Ah, fasz meg, hát nem igaz. Nem tudok fogni vele. Hát így összekókányoltam, először összeragasztottam pillanatragasztóval, aztán én kacsaszalaggal, meg így ezt a részt is, ez is letört. Úgyhogy most talán jó lesz ez még egy darabig, ugyanis hát elég drága egy ilyen napellenző, nem is hittem volna, de több mint 10 000 forintba kerül. És egy új ilyen bukó, ez meg 18 vagy 19 ezer forint egy új ilyen bukó, tehát akkor már jobban megérné. Na, Kovács úr, nyugodjál már. Akkor már jobban megérné venni egy újat. De hát azzal meg az van, hogy ennek még semmi baja nincs. A bélése is teljesen jó, most azt a néhány karcot leszámítva. Igazából semmi baja, úgyhogy megpróbáltam ezt a ragaszgatást. Figyelj. Átok fajzat. Szóval megpróbáltam ezt a ragaszgatást, és egyelőre úgy tűnik, hogy működik. Mármint, hogy sikerült összeragasztani. Hát, kipróbálni majd csak később lesz lehetőség. Próbálok gyógyulni. Na, megtörtént a fürdés. Végülis nem is volt olyan nehéz, viszont az öltözködés. Még a vetkőzés is sikerült, de a felöltözésnél hát így ideig jutottam, és lehet, hogy most a meleg víz, az nem kellett volna neki. De most itt megállt a tudomány. Próbáljunk meg felöltözni. Gyere már le, hát miért beleakad. Cicin, látszom? Ah, kurva mindenét. Hát bazd meg, hogy fogok én felöltözni? Csak egy púp van. Oh, sem is tudom.
hogy mi fáj igazán, az alkalom jobban, vagy a vállam? Hát a vállam. De hogy... Hú, ez kemény volt. Motorozni tudok, fájdalmaim ellenére. Szerencsére a gázt tudom húzni, úgyhogy nincs gond. A levetkőzés az, ami... Ja nem, a felöltözés az, ami fájdalmat. Na, szevasztok! Na, túl vagyunk ezen a mai munkanapon. Hát túléltem, van egy jó hírem, mint ahogy látszik, még videózni is van kedvem. Úgy egészen jobban vagyok, mint mondjuk már, hát pláne tegnap este, de még ma reggel is iszonyú fájdalmaim voltak. Hát a jó hír az, hogy tudok motorozni, tudtam húzni a gázt, és finoman fékezni is. Hát a egyéb mozdulatok azok még nem mennek, de a lényeg, hogy tudtam menni motorra. Hát ugye nem is az ugratással volt a baj, mert ugye kiírtam, hogy az ugratás még gyakorolni kell, hanem nem az ugratónál, ahogy láttátok a felvételen, hanem utána később ugrottam egy csőröst, hát igen, ott kezdődött a baj, hogy csőröst ugrottam, pont a magas ülés pozíció miatt. Utána meg leérkezéskor nem fékeztem be, hanem azon lendülettel tovább gurultam, és bár lehet, hogy a felvétel nem adja vissza, de iszonyú meredek volt az a pálya. És egyre csak gyorsultam, és tudod, nem, tehát nem én uraltam a biciklit, hanem csak utas voltam rajta. Aztán mentem tovább jó pár métert, de ott meg egyszer csak becsuklott a kormány, és puh, az meg rá a könyököm, vagy az alkalomra, de főleg a vállamra, illetve a bal oldalon a kis ujjam, meg a mutató ujjam sínylette meg az akciót. Kurva szar volt, tehát tegnap este nagyon rosszul voltam, nagyon fájt. Féltem, hogy akár törés is lehet, de úgy tűnik, hogy nem csak egy púp van a vállamon, csak púp vagy a hátamon, Decameron, 96, vagy mikor. Na szóval púp van a vállamon, de nincs elszíneződve, talán csak egy nagyon picit, de tudom én, ilyen komoly elszíneződés nincs rajta, úgyhogy hát a felöltözés az nagyon gáz, azt ugye reggel is mutattam, hogy pólót felvenni milyen nehéz, meg jacket, meg minden. De a legnehezebb a bukósisakot felvenni, tehát azt csak bal kézzel tudtam felvenni. Nagyon durva volt, hogy egyszerűen nem tudom, idáig tudom felemelni a karomat, és itt a csatja végét tudom csak elkapni, de erőt meg nem tudok kifejteni, mert már fáj a karom, úgyhogy azt is érdemes lett volna felvenni, hogy bal kézzel egy szűk bukósisakot felvenni, hát az nem túl egyszerű eset. És utána be is csatolni, tehát átfűzni ezen a D-gyűrűs csaton, visszafűzni. Hát, nagyon kemény. És ugyanezt levételkor is, az is nagyon nehéz volt. De megoldottam, úgy látszik, a bal kezem az nem annyira béna, mint amennyire gondoltam. A fogmosás is, akarom mondani, szóval a fogmosás is elég érdekes volt bal kézzel. Meg hát az egyéb reggeli teendők végzése se volt minden bonyolatomtól mentes. Na, csak kinyögöm, már ilyen bonyolult szavakat használok. De megoldottam, és egyre jobban vagyok. Már reggel, meg most délután, ja nem, még olyan egy körül vettem be fájdalomcsillapítót, és már egész, hát jobban vagyok teljesen, még csak nem gyógyulok meg egy nap alatt. Pont egy napja történt az eset. De sokat tanultam belőle. Ugye azt már mondtam a másik videóban is, hogy hát a ülést azt mindenképp lejjebb kell állítani, illetve hát jobban oda kell figyelni, mert itt is az a baj, az ugratót néztem, nem pedig a távolabbi részeket, nem a pálya belátható részét néztem, csak az ugratót, és látszik, hogy csőröst ugrok, a lábam leesik a pedálról,
Na, ott volt már a probléma, ott kezdődött. De hát azért rajta maradhattam volna, de húztam a hátsó féket, de mivel az első keréken volt a terhelés, ezért semmit nem fogott, csak pattogott, és úgy megtörtént a baj. Hát valahogy egyébként éreztem, hogy ebből baj lehet. Azért is kicsit óckodtam. Még múltkor még csak nagyon finoman kísérletezgettem. De hát ez így történt. A downhill veszélyes, ez biztos. Azt kell lássam, hogy közel 40 évesen ezzel lehet, hogy nem kéne már kísérletezni egy újabb sportággal, pláne egy ilyen veszélyes sportággal, mert aztán lesérülök, akkor meg oda a motoros szezonomnak is. Meg a másik, hogy a bicikli, az ugye, hát nem kimondottan downhill, se a váza, se a hátsó merev váza. Ugye ott mondta a srác, kivel találkoztam, hogy és láttam is, hogy azoknak teljesen más a váz geometriájuk. Hátrébb van a még az orromat sem tudom megtakarítani, megtörölni. Szóval hátrébb van a súly, szélesebb a kormány, teleszkópja is van ugye hátul, ami kirugózza. Tehát az enyém, na mondjuk ezt tudtam eddig is, csak gondoltam, hogy na majd én azért megmutatom, hogy ezért ilyen biciklivés lehet downhillezni. Hát nem lehet. Illetve hát csak sokkal korlátozottabb lendülettel, vagy mint egy rendes downhill bicikli. De nem keseredek el, attól még jókat tudok biciklizni, csak nem ilyen vadállat módon, mint ahogy elképzeltem, hogy én majd én leszek a hegyek királya, aztán majd itt zúzok lefele ezerre. Persze, hát ahogy azt elképzelem én. Ja, úgyhogy ez van, kicsit örülök, mármint nagyon örülök, hogy kicsit jobban vagyok, és talán nem fog hetekig, netán hónapokig elhúzódni ez a válfájás. Persze most nyilván még egy hétig fogom érezni, de még lehet, hogy bukom a hétvégi cross edzést, és emiatt tudod, nem akarok rá sérülni, az még csak az hiányozna. Úgyhogy az a lényeg, hogy legyek jobban, hiszen hónap végére kész a ralli, és akkor már menni kell tesztelni, hát nehogy már mire kész legyen, addig lesérüljek, úgyhogy ne is tudjak menni. Úgyhogy ezt most abba hagytam, a biciklizést, illetve szóval a downhillezést hagytam abba. Biciklizni fogok, de nem leszáguldás jelleggel, hanem kardió jelleggel, és csak finoman, öregurasan, sokat fékezve, csak élvezni a természetet. Szóval semmi ilyen vadállatkodás. Úgyhogy ez a helyzet, gyerekek. Túl vagyunk az első fájdalmas napon. De tényleg, mintha éreztem volna, hogy ilyen probléma lehet. Na mondom, tegnap sütött a nap, aztán mondom, kimegyek már ugratni. Nem leszek buzi, neki megyek a ugratónak, meg a pályának. Hát ez lett a vége. Nem alkalmas bicikli, nem alkalmas beállítások. Forró fej, az ide vezet. Na majd én megmutatom hozzáállást. Örülök neki, hogy nem történt nagyobb baj, tényleg ez a lényeg. Jól van? Na akkor elköszönök. Majd ilyen kis rövidebb videó lett, de remélem azért tetszeni fog. Na, szevasztok!